Usztics Mátyás, mielőtt beállt volna Teri néninek, több fronton is megjárta hadak útját, hiszen több népszerű tévésorozatban is egyenruhás főszerepekben láthattuk őt a képernyőn. De vajon mennyire voltak autentikusok a figurái? Voltak-e személyesen is átélt egyenruhás élményei a szerepek megformálásához? Ez is kiderülhet Baka Dumák című kabaré-szepari részletünkből, akik pedig a háttérben jól hallhatóan veszik a poénokat, többek között műsorunk szerkesztője Sinkó Péter, Fábri Sándor, Benkő Gyula és Markos György. Az a villany kapcsolónak a kattanása elég volt, mert ez pavlovi reflex volt először mindig egész mondattal. Tehát bevonult, és jó reggelt, ártások, ébresztők, és akkor nyugi. Általában lefejeled a felső ágyat, ez így, akkor szédeleg az ember, akkor nyakába csúszik rögtön. Te akárhol akarsz fölkelni, biztos, hogy ő is ott akar fölkelni. Szóval ilyen nincsen. Kifogtam egy 140 kilós Békés-megyei gyereket, akár merre voltam, az mindig vagy a lába lógott a számba, vagy valami egy a nyakamba csúszott. És ez a pasi, ez nem, semmi baja nem volt, ezt most nem mondom a nevét, de nagyon jó gyerek volt, mindegy, rettetes erejű, csak egy lassú volt, szóval ez semmi baja nem volt. De attól kezdve, hogy elkésett a bevonuláson, vagy egy fél órácskát késett, és hozta a bőröndöt, ezt mutatom, már a publikum nem látja, ő nem tud rendesen menni, ő így ment. Szóval azonos oldalon lépett. És hozott egy 130 kilós bőröndöt, igen. És azzal vonult be, és nagyon-nagyon csörrent, amikor föltett a platóra. És már ott volt neki már a be, tehát ez a legel világ legnagyobb száma volt az ember, ez is elkésett. És akkor ott állt, álmon mindegy, tizedes, és az ott állt, és így ma, ez a húzó ma, így ma, és így a ma. És ez mindig benne volt ez, hogy ma. Ezt nem tudod, de az mindig benne. És ez pedig oldalazva jött le, és hogy jött le a lépcső, nem hogy alacsonyabb lett volna, egyre magasabb. És akkor az odaért körülbelül így a melle magasságáig ért, az egyébként nagyon jó kötésű, kemény ócsai tizedesünk, és és ott gerjesztette magát. És ezek úgy nézte, Rairék. És ilyen pincéből beszélt. Von két ívám. És erre ne, hát ezekre nem lehet, erre csak indulattal lehet, hát érv nincsen. És megfogott a bőröndöt, föltetik, búj, ekkorász volt, tele volt. És nem tudta, hogy mi van a bőrönben, hát ez 160 kilós, föltette. És leül a pali, én meg miután nem dohányoztam, én a legszélére ültem, hogy levegőt is kapjak, mert ott bent nagyon elegyedtett a... A répa és a cigi. Hát meg körbe, ott az indiánok is felszálltak hozzánk, és azok, akik összeborultak, rettenetes szag volt, tüzes vizet, ott itták, és ez fölül. Na most a palinak a két lába az idáig átért a plató túloldaláig, és így letette a kezét, és itt volt rátett, hogy üss, de ne engemet gondoltam én magamban. Hát ha mellé jut, az a halálod. És amikor megérkeztünk a laktájába, hát kiszáll elsőnek, mert itt még jó, ez még idegen teritorium, itt még civil vagy. És megjelent a legnagyobb ajándék a laktanyában. Üti! Üti! Ügyeletes, nem hagyatok, hogy nem készültem. Igen, üs és üti, mondom, egy jó helyen vagyok. Engem éppen leápolnak rendesen. Nem az a legény, aki üti, mert gondolta, hanem aki állja, ha-ha. És hát minden szem ezt az óriást nézte, hogy szálljon le elsőnek, ő majd ők megbeszéli. És ez... Hiszenek, köszönjük! És egy... Hát ilyen nincsen. Itt a Miki egérbe oltott Maci, Laci, vagy nem tudom, aki volt a pancs, és süvített. Ez volt az üti. Igen, megállt, igen. Kicsi billeget. Igen, igen. Gömbök voltak a talpán, nem tudott megállni. Domba. És így billeget. És az óriás leszállt, letett a lábát döndülve. És háromszor körbe szaladt rajta, mint a pulikutya. És ez meg csak állt, ez az óriás, ez nem értette. Nézett föl ránk, és mindenki dermedte, hogy mi az első. Erdje innen, csöppember, mert még lök le. Akkor az kész, vége volt, ezt most kivégzi, helyszínen lelőni, és vége. És annyira nem lehet, erre nem lehet, erdje innen csöppember, mert meg lehet, erre nem lehetett semmit se, és akkor velünk kezdett el foglalkozni. És akkor, na hát itt nem, nyilván nem egy antik csillára alkudozik, hanem el kell szállni, vagy valamilyen van. És leszálltunk, és körbe szálltunk.
Hát azt mondom komolyan, hogy ez 2-3 napig gondot jelentett lefordítani, hogy az ember a rókatörzs nyelvén beszél, vagy ilyen. Tehát a világháborúban ezek adták ott a helyeket, de nem tudták a németek lefordítani. Enigma ott füstölögni kezdve, rókatörzsbe beszéltek. Na ez körülbelül ilyen volt. És ott beállt sorba, hát én mondtam, amerre a jegenye megy, arra kell menni. És itt az urak nem említették a nagy, megrázó nagy élményt, a fürdést. Mert ugye az ember ugye rettetesen koszos, és ezt is nehezményezte a nagy ember, mikor beálltunk, hát víz az nem volt. Hát úgy könnyű. Adták a szappant, és akkor elkezdte, tehát az a szappan szaga, az ilyen. De még a flórádán is mélyebben vagyunk. Ez a honvéd szappan volt, hát ilyen nincs semmi. Hát a csótány meglátta, ugrott egy hátas rögtön. Ilyen szabad. Hát ez elvileg. Ilyen ábrándos jeleket írtunk egymásra. Húzogatta csak a szappan, mert víz az nem volt. És akkor nézegette. És ez ott hörgött. És egyszer csak oda ment egy ilyen rettenetes nagy csaphoz, és ez kinyitotta. Jaj, hát nagyon tréfás volt. Öreg katonák kifűrötték belőle a melegvizet, és akkor zúdult a hideg. Hát ilyen villámgyors most, tehát kilépte alóla, és akkor ezzel a funér lappal törülköztünk, mert a törülköző hát rettenetes volt. Osztolni a lemez, és akkor utána volt a talkumpuder, mert ugye, hát ha a fan szőrzeten behoztál valami bogarat. Hát talkumpuder, ugye ez egy édes szóismétlés, mert a talkum angolul semmi más nem lehet, mint puder, ugye? Ez olyan, mint a kempingtábor, tudod? Kempingtábor. Meg a bacon szalonna, azt ad kérek. Mind a kettő. Na és hát ott olyan lárvarcú két pali ott áll teljesen közömbösen, két öreg katona, egy olyan kristálycukros zsák mellett. És akkor azt mondja, te addig normálisan beszélgettek egymáshoz, és abban a pillanatban, hogy panacsol, rögtön szamuráj főnök lesz. De legalábbis sogú, mert addig rendesen beszéltesz. És akkor, és akkor bejön az első, és a túrász közben. És akkor, hajon előre! Mit csináltál? Hajon előre! És akkor előre, húzza szét a farpofáját! Húzza szét a farpofáját! És akkor ilyen állnok mosollyal belenyúlt ebbe a púderbe, és oda egyet! Csak úgy csattan az acskó ilyenkor! És kijönnek! És ez pedig hát három ember, és az utolsó volt, ő már akkor nem volt három ember, már csak egy ember volt, ez bejött a nagy ember. És azt mondja, hajon előre! Mi? És erre nem készültek. Hát erre nem voltak fölkészülve. Más kódrendszerben volt a pali. És mi meg már ott, akik föl voltunk öltözeti, itt gombolódik a nadrágod meg, mert persze. Nyakban. És integettünk, hogy ne, gyere már, hagyjad már, együnk már meg. Mi? És hát ez két kiakadt, megállott, maga a mechanizmus megállott. Na most annyit megkérdeznék, hogy ti a hústoronnyal nevezzük így, tulajdonképpen szimpatizáltatok? Abszolút, alapvetően tudtuk, hogy minden villám ezen fog kicsorbulni. Hát ez nem lehet, az pali, az kéz, az a villámhárító. És ez a előre, hajoljon előre, azt nem értette, és így integet, hogy hajolj előre. És nagyon nagy, nehezen, nagyon lassan előre hajolt, és azt mondja, húzza szét a farpofáját, és így megfog, húzza a tiédet a nílusi krokodil. Húzza a tiédet a nílusi krokodil. És ez kész. Ez akkor vége volt. De, hát akkor azt hiszem, hogy nem vetjük el nagyon a súlykot, ha azt mondjuk, hogy az elkövetkező 12 hónapot vagy 24-et az ütinek és hústoronynak a csendes párharca. Hát ez konyhamunk. Nem lehetett beosztani sehova sem, mert az ember, tehát ilyet mondok, azt mondja, hogy étkezd előtt, hát ezt aki volt katona, azt tudja, azt mondja, hogy lelőj! Na a vezényszavak, még bocs, mert azért az nem mindegy. Azt is le kellett fordítani, mert azt mondja, szaj! Mit csináltál te ott? És az eleje, azt hát befékezett, és így neki a többi, már szakaszály, oszolja, vagy századály, és az esküre való felkészülésnél meg megtudtuk a többi titkot is, mert a többi századnál még erősebb tájszólásban beszéltek. Volt egy mini nevű ember, nevét nem véletlenül kapta, noblesse oblige, az ember 138. Erős állapotban. Igen, erős fizikai állapotban, de az IQ-ja legalább 17-es. Szóval azért fölkül. A teremtő kompenzál. Igen. Ez így igaz, ez nagyon jó. És azt mondja, oszlop az első szakaszra! Oszlop az első szakaszra. Ezt tehát helyen mondja, persze. Milyen oszlopot raktál? Korintuszi oszlopot. Azt mondja,
Fityisz. Nem fityisz, vigyázz. Csak olyan indulatba jött, hogy a vigyázz szó, ugye a V-nek az öngétlen párját használta, ő F-re sikeredett. Fityisz! És volt néhány olyan megátalkodott, aki még kilesett a sorból, hogy ki ez. Magával Stentorral állunk szemben. Na most a kardrántás, hát ez Japánban művészet. Van egy ilyen, a kardrántás művészete. Az egy fantasztikus dolog, és az először fegyver nélkül évekig gyakorol a mozdulatsort. Na most itten áll egy ember, a kard hüvelyel együtt körülbelül fülmagasságáig ér elvágulva. Na most, amíg az kiszenvedte onnan a kardot. És hát ott kellett, hát nincs röhögni. Volt röhögni? Hát de nem lehet röhögni. És azt mondja, elküvöl, és ott, hát ahogy kell, ugye, ki kéne sziszenni a pengének a hüvelyből. De mint a híres nemzeti színházi előadáson. Nem maradt a part. Na hát attól soha nem mosta le senki, mert hátulról és akkor elkezd a nyűszítés. Jó, egyik szava a másikba öltő még az óriásnál voltunk, akit nem lehetett ugye a jármódja miatt, őt nem lehetett beosztani sehova se, pedig mindent megtettek a tisztesek, egy madzagot kötött az előtte levő a lábára, a hátulsó pedig rúgta a talpára, hogy a helyes lábára lépte. Ám de ő a másodiknál ellenállt és visszaállt, olyan, mint az örvény a mosdóba ellenére tekered, egy kicsit úgy tekered, és aztán visszaáll ő balról jobbra. És az ember egy csak konyha munkát lehet osztani, és ő meg is hízott ehhez képest. Jól gondolom én, hogy őt egy kicsit a címeres tarka marhához hasonlítom, aki csak itt tud az üstállóban, mert mondtad, hogy ilyen oldalazva jár, hogy ugye valószínűleg az ajtón ő teljes frontálisan az ajtón valószínűleg nem férne. Nem tehát. És így aztán az a számára rendszeresített ágyban sem, amit a sos különös véletlenül folytán én fölöttem kapott. Ezért volt én nekem bőrhiányos, tehát folytonossági hiányban szenvedett a homlokon bőre, mert amikor ő fölmászott oda, akkor egyből egy ilyen bölcsőszerű kinélés támadt. És amikor ez lett a szakaszparancsnok, nem mondhatom a nevét a földnagyúrnak. Ígyiszi! Ébresztő föl, ez sokkal később tudta, te már, amikor anyanyelvi szinten beszéltük a jövőt, az csak akkor lehetett. És ettől a riadalomtól, hogy hol vagyok, ültem fölé, bám, és már akkor visszai. És a legnagyobb száma, sok nagy száma volt, de az egyik az, hogy átaludta az ezred riadót, az teljes átaludta. Olyankor minden fehéret le kell takarni, az ellenség belát az épületbe. Tehát a lepedőt is le kell takarni, úgy, hogy fölhajtottad a pokrócokat. Így kerülhetett ő rá 8-10 pokrót. Mert egyébként is nehezen ébredt. És ilyenkor nem mondanak semmit se, hanem a piros csengő is villog, és hajtsa végre a 2000-est, ezt mondják, és behozzák az embereket, a tiszti riadó van el, meg behozzák a tiszteket, és akkor két részletből állt a riadó, volt egy gyalogsági, és volt a gépjárművel történő riadó. Mi egy gépesített egység voltunk, a helyünkön ma már tiszti lakótelep díszeleg, a város díszeleg. Na, a lényeg az, hogy ki is vonultunk mi felső pakonypusztára. Vissza is jöttünk, megettük az azóta is kiváló székelygulyást, kifogástalan volt, hatalmas rutint szereztek a nemzedékek ennek a megfőzésében, a benne lévő hús állaga változó, de lényeg a kiváló volt. Visszajöttünk, és hát mindenki megnyugodva próbált sumákolni valamit, hogy visszafeküdjön, vagy úgy tesz leült a stokira. És mesztelen léptekkel ő is bejött közénk tábori ruhában, míg egy rettenetes nagy kéz megnyúl, és így megütögette a fejét. Totó. Röviden arra kérnélek benneteket, hogy a dramaturgiai következetesség jegyében, bár nem bizonyultunk rettenetes következetesnek, hál' Istennek, esetleg néhány leszerelési anzixot még, ha úgy gondoljuk. Hát én, ahogy hirtelen visszagondolom, inkább megrendítőek voltak és meghatóak ezek a dolgok. Volt egy, amit nem mi szereltünk le, hanem, hát mondhatom a nevét végül is, olyan sok ilyen név van. Stopperral járt egy időben, mindig más volt az elfoglaltsága, és akkor a leszerelés környékén stopperral járt, és mindent megmért. Mennyi idő alatt ugrik le a katona az ágyról, mennyit... Ez is ilyen japán kicsit szamuráj dolog, ez a colstock fényképezőgép, stopper. Na most ott az aranyló napsütésben júniust írtunk,
Akkor szereltek le az előttünk levő sorvány, akkor szerelt le. Így 8 hónappal hamarabb vonultak be. És aranyló napsütésben napozott neki dőlve egy öreg katona, de látszott rajta már ilyen indiánszerű frizurát viselt, rettenetesen szőrös volt, fészket rakott abba a csóka és a többi. Tehát ahogy ezt mondja, olyan, hogy is mondták, olyan begyógyult szemű öreg rája. Öreg rája. Igen. Sipol. Begyógyult szemű öreg rája. De miért mire sipol? Már erre az egy napomra? Igen. Mert van valami annyiba. Na és ez... Ez meg oda jött. És ott tett, és mellett a könyvtárban. Igazodjon. És mögé kellett igazodni, és meglátta Csapó Humid az, aki ott volt. Csapó Humidnek vezények. Fővigyázz! És benyomta a stoppert. A John Lennonról készült film állítólag 8 órás, ami a mosolyát örökíti meg. Csapó Honvéd 7 óra 59 perccel, ott van ő a második helyen, mert ilyen lassan a pupos teve nem tudsz felveszni. Nagyon átdőlt az egyik oldal, és nagyon kigondolta ezeket a fázisokat, és úgy fölvergődött. Nagyon jó, Csapó. Ez jó volt. Nézzük ezt meg végre, visszakozz. És akkor visszakozz. Ugyanúgy. Összesült. Én nekem már nagyon meleg volt a hátamon az ing, mert az pont én rám sütött. Csapó meg árnyékba került, és ott el volt. Harmadik, negyedik ilyen kísérletnél azt mondja a főhadnagy, benyomtasz. Nem nagyon megy ez. Kicsit gyakorolni kéne. És visított, és azt mondja, a holnap javasolt a Csapó. És miután egy szellemdús emberrel látunk szemben, ez hőbenyetes, azt mondta, hogy akkor ezt megbeszéltük. És legyen, tehát másnak ők ugye leszerelnek. Úgyhogy ezt megbeszéltük. Mentünk a könyvtárba, és mi az ajtóban még megkérdezsz. Ez derékharcos ez a Csapó. Picit meg van lassulva. És ezzel le volt tűnik.